Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hungary Sport minden kedves nézőjét, itt vagyunk a haladás első felkészülésén, edzésén. Velem szembe a klub újonnan kinevezett vezetőedzője Németh Szabolcs, szeretettel köszöntelek. Nagyon intenzív edzésen vagytok túl, mennyire vagy elégedett a fiúk által mutatott produkcióval? Nagyon elégedett vagyok, hiszen mind hozzáállásban, mind minőségileg én azt gondolom, hogy jó edzésen vagyunk túl. Én azt gondolom, hogy ha ezt tudjuk, ezt a szintet tartani, akkor szép jövő elé nézünk itt a bajnokságon. Ugye az edzés most kezdődött meg, esetlegesen a programról, az elkövetkező időszakban edzőmérkőzésekről, felkészülési találkozókról mit lehet tudni? 7 hetes felkészülést fogunk véghez vinni. Az első 2 hétben napi 2 edzéssel készülünk a bajnoki rajtra, majd 30-án szerdán fogunk edzőmeccset játszani az Zalaegerszeggel, később hétvégén a Dunaszerda helyen Nyírmóttal, majd ide látogatta az Ajka hozzánk, illetve jön majd a Rapid Win, és még van egy Siófok elleni edzőmérkőzésünk, aki majd a főpróbát fogja jelenteni. Hogy a keret kialakításáért te felelsz, mennyire nyom sokat alatba, hogy azért a játékosok többségét ismered, hiszen az utánpótlásból többségében onnan kerültek fel? Hát azt gondolom, hogy ez megfelelő számunkra is, a játékosok számára is, hiszen ismerem az NB2-t is, hiszen az elmúlt években ott dolgoztam vezetőedzőként, és tisztában vagyok, hogy kell ahhoz, hogy az NB2-ben egy játékos tudjon olyan teljesítményt nyújtani, hogy beférjen a ladásba. Azokat a játékosokat is próbáljuk meg ide fölhozni, beintegrálni az akadémiára, az első csapatba, aki ennek megfelel és tudja segíteni, abban a céljainkat elérjük. A keret kialakításáról néhány szó akkor essen. Fiatal játékosok csatlakoztak az első csapathoz, illetőleg próbajátékosok is vannak, róluk egy kicsit bővebben, ha lehetne beszélni. Ugye az egyik idézőjelben próbajátékos, de én bízom benne, hogy sikerül vele megegyezni, a Tóth Máté, aki itt volt korábban a Szombathelyen, akit a Mezőkövesdről bízunk benne, hogy visszatudunk csábítani. Mai edzésen már itt velünk is edzett, illetve itt volt Heged is Márk, illetve Kovács Dominika Újpest csapatából próbajátékon. Ő rajtuk kívül azért még vannak játékosok, akikkel tárgyalunk. Jövő zenéje, hogy sikerül velük megegyezni. Ilyenkor mindig adódik a kérdés, hogy a szurkolókkal kialakított kapcsolat nagyon-nagyon fontos lesz, már csak azért is, hogy ők hajtják, buzdítják a csapatot. Mennyire fontos neked az, hogy a szurkolókkal megfelelő legyen a kommunikáció? Maximálisan fontos számomra az, hogy megfelelő legyen a kommunikáció, hogy megfelelő legyenek tájékoztatva, hiszen legyünk őszinték, ez a játék arról szól, meg az is az egyik célunk, hogy a szombathelyi, illetve a vasmegyei embereknek szórakoztatást nyújtsunk a játékunkkal. Ha pedig Szombathely és szórakoztatás, akkor egy gondolat erejéig azért kanyarodjunk rá az Európa-bajnokságra, hiszen tegnap a magyar labdarúgó válogatott ugye pályára lépett, ráadásul szombathelyi játékossal a sorában. Követted az eseményeket, mennyire vagy elégedett az eredménnyel, illetve a magyar válogatottól, mit vársz az elkövetkezendő 2 találkozótól? Hát különösen büszke érzéssel töltött el tegnap a válogatott mérkőzésen. A Seffer Andrisnak 3 évig voltam a nevelőedzője itt a Szombathelyi Illés Akadémián. Jó érzés azért egy embernek, mikor látja, hogy a tanítványa bemutatkozik egy Európa-bajnokságon a magyar nemzeti 11-be. Én azt gondolom, hogy a fiúk oda tették magukat 85 percig, tényleg szívüket, lelküket kitették, becsületesen küzdöttek, de a végén azért a nagyobb tudás előtt sajnos fejet kellett hajtanunk. És akkor a haladásnak a jövendőbeli eredményeiről, ha esetleg így látatlanban lehet nyilatkozni, mit vársz a következő szezontól? Mindenképp szeretném, hogy az első 8-ba szerepeljen a csapat. Ha sikerül azokat a kiszemelteket leigazolnunk, akiket szeretnénk, akkor én azt gondolom, hogy lehetnek vérmesebb álmaink is. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok! Köszönöm szépen!